Namaste, üdvözöllek téged, az anyagi világban utazó lelket, innen, az Indus partjáról. Időnként beszoktam jelentkezni, és tulajdonképpen elhangzanak az Indus parti tanítások. Indus, India egyik fő szent folyója, a 7 fő szent folyó egyike, Ganges, Yamuna, Saraswati, Godavari, Kaveri, Narmada és Indus. Ezek közül természetesen a Ganges, Indus és a Yamuna a legfontosabbak. Nem véletlenül ismerjük azt a kifejezést, hogy Indus völgyi civilizáció, hiszen a védikus kultúra bölcsője az Indus völgyéig nyúlik vissza. Természetesen ma már csak ásatások alapján találunk rá az igazi nagy kincsekre, mint például Mohenjo-Daro és Harappa. Itt vagyunk a Ladakban, a magas Himalájában. A hátam mögötti csúcsok azok körülbelül 5000 méteresek lehetnek. Ladakban a legmagasabb csúcs, ahogy mondtuk, 7700 méter magas, a legalacsonyabb fekvés pedig 2500 méter. Azon belül, hogy Ladakban vagyunk, ami Dél-Indiától, a dél-indiai csücsöktől körülbelül 4000 kilométerre lehetünk. Tehát, ha most India térképét ráhelyeznénk Európára, akkor valahol Stockholmban lennénk, és hozzánk képest a dél-indiai csücsök, ahova hamarosan mentek ti is, az olyan, mintha Atérről beszélnénk. Illetve a kelet-nyugati távlatban pedig olyan, mintha Kijevről, elnézést, néha eszünkbe jutnak az élet keserű dolgai is, Kijev, Párizs. Tehát ekkora országban vagyunk, Ladakh, India többnyire buddhista területe. Itt 1000 éves buddhista kolostorok találhatók, mint például itt Tikszében van ez a 600 éves kolostor, ami csodálatos Indiában. Azon kívül, hogy India négy vallás szülőhazája, hinduizmus, buddhizmus, szikizmus, dzsainizmus, a vallások egymás mellett élése. Nem arról beszélek, ami eljut a médiába, és akkor természetesen a média mindig a rémhírekről számol be, nem pedig arról, hogy 365 nap béke volt, hanem arról, hogy volt egy nap botrány. De hidd el, és te magad is meggyőződhettél ma reggel, amikor a buddhista kolostorban reggeliztünk. Milyen zene szólt? Hindu zene. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ezt hallgattuk reggel a buddhista kolostorban. Na most, ha úgy tetszik, a hinduizmus és a buddhizmus közeli rokonok, de azt is mondhatjuk, hogy ég és föld. Nem tudom, hogy otthon, ha bemennénk valamilyen vallásnak a kolostorába, hogy hallhatnád-e, mondjuk ez nem minősíteni akarok semmit, csak hogy más, mennyire más koncepció. Mennyire őszintén gondolja azt a hinduizmus és a buddhizmus, hogy az egész világ egyetlen család. És mennyire koncepcionálisan vallja azt, hogy a buddhista is, a hindu is, a keresztény is, a zsidó is, és így tovább, elnézést, akiket kifelejtettem, a folyón, egy-egy folyó, akik eljutnak ugyanabba az óceánba. És ha már eljutottunk az óceánba, oly mindegy, hogy melyik folyón érkeztünk. Na most, ha már így indult a reggelünk, nem így indult a reggelünk, mert fenn voltunk a Gompába, a hajnali púdzsán. Csodálatos élmény volt. Nekem, megmondom, mi a legnagyobb élmény. Nekem a legnagyobb élmény, amikor a kis láma ruhába beöltözött tanoncok, ugye 8-9 éves korban adják őket be, és ahogyan futva szolgálják fel a teát, az a teafőző szerintem, hát ha nem 1000 éves volt, de nem 2-3 éves volt, és egy, az a szertartás, amit mi ma láttuk, ahogyan ők végzik a púdzsát, ugyanígy végezte a buddhista 50 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, 200, 500, stb. Évvel ezelőtt, ugye a tibeti buddhizmus az körülbelül Krisztus után 700-ban alakult, ezt tegnap vettük át a Hemiszi kolostorban Guru Rinpoche által, de szóval, hogy ezt az értéket próbáljuk meg felfogni, hogy nálunk mekkora változás volt csak a 20 évvel ezelőtthöz képest. Mennyire más zenéket hallgatunk. Ugye mai fiatalok mondják, hogy miket hallgatnak.
milyen ruhában járnak ma, milyen ruhában járnak 20 évvel ezelőtt, milyen frizura van ma, milyen frizura volt 20 év, és csak 20 éves távlatból beszélünk. Hol vannak a 69-es Woodstock generáció emberei? Hol vannak a satöbbi, a század elejé kalapos, bajszos, nyugatot képviselő kedvenceink és példaképeink, öltözékei, szóhasználatai és így tovább. Na most, azt gondold át, hogy amit mi ma láttuk, és ha te 1000 évvel ezelőtt becsöppentél volna, pontosan ugyanezt láttad volna. Lehet, hogy ez a teafőző, sőt biztos, részből készült volna, ez a teafőző már, és teatálaló szamovár, azt hiszem, hogy ez nem részből volt. Na minden esetben, amit mondani akartam, hogy ahogyan, amilyen odadással kitölti, siet, hogy mindenki gyorsan kiszolgálja. Kedves, minden, a társaihoz mindig van egy-két incselkedő jó szava. Biztos láttad, hogy közben összekacsintottak, vagy valami. De mi történik ilyenkor? Ugye a teatöltés folyamata következő. Kell hozzá egy üres csupor. És valaki valamit beletölt fölülről. Azonos szintről nem tudunk beletölteni. Fölülről, üres csuporba, és mi kell még hozzá? Kell valaki, aki ad, és kell valaki, aki kér. Na most, mi szoktuk mondani azt, én nagyon szeretem Adit is, József Attilát is, szoktam tőlük szavalni is, zseniknek tartom őket, de ugye, adjon úgy is, ha nem kérem. Nyugi, ő adni fog akkor is, ha nem kéred. De nem kell mérgelődni, nyilván nem mérgelődött, mert más versekben meg egészen elérzékenyülve beszél, de ahhoz, hogy kapjál. Első kérdés, szükséged van valamire? Levegőre szükséged van? Időnként. Itt a Himalájában elég gyakran van, különösebben szükséged levegőre. Vízre szükséged van? Élelemre szükséged van? Ezekre mind szükség van, ezeket mind elfogadjuk, de a legnagyobb kincs, amire szükségünk van, amit pénzzel nem tudsz megvásárolni, az a szeretet. Az emberek barátsága, az emberek könyörülete, az emberek kedvessége. Ezt nem tudjuk megvásárolni. Ezt csak kegyből tudod megkapni. Csak akkor tudod megkapni, ha üres a kelyed. Azt mondod, hogy igen, én nem egy teli vagyok, teli kehely valaki vagyok, aki ilyen-olyan képességekkel rendelkezek, ilyen-olyan, nem tudom, gazdag vagyok, vagy nem tudom, milyen származású vagyok, vagy okos vagyok, vagy 93 diplomám van, hanem én ugyanolyan koldus vagyok, mint mindenki más. Hiszen mi mindannyian a szeretet koldusai vagyunk. És ez, mikor ezt érezzük, akkor üresek elhívunk. És akkor jön fölülről. Amit a kisrác beletöltött, az nem a tea. Tea, az csak a hozadék volt, ami mellesleg nagyon finom volt. Ízlett mindenkinek? Sós, bajas tea, nagyon finom volt. Az csak hozadék, hogy volt egy finom löty. Amit ő beletöltött, az a szeretet, a törődés. A szeretet pedig a törődés, az pedig megvásárolhatatlan kincs. A legnagyobb milliárdosok összes vagyonánál is sokkal nagyobb kincs. Tehát az mi? Misztikum. A szeretet, a törődés, az együttérzés, a transzcendens minőség. Ezt fölülről kaphatjuk akkor, ha kiürítjük a kelyhünket mitől? A büszkeségtől, az arroganciától. Természetesen sajnos időnként elbukunk, mindaddig elbukunk, amíg el nem érjük a üdvösség állapotát, de ha belátjuk, és bocsánatot kérünk, és én bocsánatot kérek, mert tudom, hogy meg szoktam bántani embereket akaratlanul. Mert csak a jó szándék vezére, de hiába jó szándék vezére, ha megbántok, akkor mit ért a jó szándék? De ezért mégis üresre próbálom üríteni a kelyhemet, és kérem a teátokat. Amit ő beletöltött, azt az együttérzést, azt kérem, azt a törődést. És ezt nem tudjuk érdemelni. Ezt csak akkor kapom meg, ha te kegyes vagy hozzám. Ez a te döntésed, a te szabad akaratod. Én egyetlen egy dolgot tudok, hogy így tartom a kezem. És bárhol zarándokolsz Indiába, bárhova mész, az első dolog az, hogy adnak. Igen, mert adni és elfogadni, ez transzcendentális. Tudsz adni valamit? Van valamit? Semmit nincs. Itt vendégek vagyunk, a Földön ideiglenesen állomásozunk. És ezért
Még ha a Himalája jógikhoz is zarándokolsz, és nincs semmije, tűz van biztos, és megérkezel váratlanul, azt mondja, csáj. Le se ültél, azt mondja, csáj. De ha nincs véletlenül csáj, akkor meg van hamu, és azt mondja, hogy vigyél a szent hamuból. Muszáj. Ugye belső késztetés, hogy szeretnék adni. Mit adok? Én akkor a hamut adom? Vagy a, ha adományozok, pénzt adom? Nem. Ez mind mi? Ez a törődés. Ha én tudok adni valamit, az a törődés, az pedig föntről jön. És én csak eszköz vagyok. Oké, ez volt a misztikus élmény reggel. És a következő fantasztikus érzés pedig az élmény a reggeli közben, a buddhista kolostorban, az Om Namo Shivaya. De végül is, mi a különbség a buddhizmus és a hinduizmus között? Lélekvándorlás tanát mindkettő elfogadja. Karma törvényét mindkettő elfogadja. Másként, nyilvánvalóan egy picit másként fogadja el a Bhagavad Gita, picit másként a buddhizmus, de alapértelmezetten lélekvándorlás, karma mind a kettőnél van. Szenvedés, tan mind a kettőnél van. Nagyon komoly szenvedés van a hinduizmusban is, és a buddhizmusban is pláne. Háromféle szenvedés, négyféle szenvedés, ötféle szenvedés, hatféle szenvedés, és mind-mind filozófiai tanulmány a különféle szenvedések kielemzése. És a negyedik tétel az, hogy a szenvedésből van kiút. Ez még mind-mind megegyezett. És hogy van lélek. Valamilyen formában van lélek, és egyéni lélek, és felső lélek, egyéni lélek, és Isten, mint személy, egyéni lélek, és vagy a Buddha természet van, akik, szóval van lélek. Ugye? Ez eddig, ez a hat dologban közös. Egy különbség van a buddhizmus és a hinduizmus között, egy, nem tudom, hogy fontos különbsége vagy sem, az egyik a hinduizmus filozófiájának a gyökere a védákban keresendő, a buddhizmus filozófiája pedig a buddhizmusban. Ja, tehát a buddhisták nem a védákat követik, hanem Buddha tanítását. Megjegyzem, hogy Buddha tanítása az gyakorlatilag nem mondhatjuk azt, hogy ellenmondana a védáknak, hiszen a védák azok annyira szertágazó, tehát gyakorlatilag a advajtától a dvajta filozófiáig minden benne van, és mindegyik érvényes egyszerre. Úgy röviden buddhizmus és hinduizmus közötti különbségről, röviden a mai élményről, ahogy én ezt megéltem fönn a Pujján, az üres csupor, ezt szerettem volna elmondani ma az Indus partján. És van-e valamilyen kiegészítés vagy kérdés, akár tőled, a videó, te, aki a videó nézed meg, utólag a videó alatt hozzászólhatsz, feltelted a kérdést, ha tetszett a tartalom, akkor oszd meg és lájkold, ha úgy gondolod, hogy másoknak is meg szeretnéd osztani.